világéletünkbe szerettünk nem csak terven alkotni, hanem a gyakorlatban is bútort csinálni magunknak, ilyesmiket. Egy építész évfolyamtársammal indítottunk egy kis építészirodát a 2000-es évek elején, és oda társult be hozzánk Tomi kollégánk, aki inkább kivitelezés környéki dolgokban segített nekünk. A szakinekedet az a kényszerűség hívta életre, hogy mit kezdjünk Tomi kollégánkkal, aki alól elfogyott az addig végzett munka. Akkor jött ez a gondolat, hogy mivel ő nagyon sok oldalú ember, használjuk ezt ki, és így indult el a szakineked 1000 mester vállalkozás. Hárman vagyunk ebben a formációban, ahogy korábban is hárman dolgoztunk, és én nagyon élvezem ezt. Egyre nagyobb igény van a mesteremberekre. A munkánk nagy részét a kis kaliberű munkák adják, tehát tényleg akár egyetlen karnis, vagy egy polc, egy ajtókilincs megigazítása. A mai napon 2 függöny karniszt szerelnek fel nálam, illetve 3 polcot, és egy gardróbszekrényt. Sokféle okból keres az ember szakembert, vagy nincs hozzá elég türelme, szerszáma, vagy inkább bíz egy szakember, aki gyorsabban megcsinálja, és tulajdonképpen olcsóbban, mint hogyha a saját idejét pazarolja erre. Nekem az idő az pénz, és én azért választottam a szakit, mert tudom másra fordítani az időmet. A legeleje óta lehet nálunk kártyával fizetni, mert hát ezt mi úgy gondoltuk, hogy ez egy fontos és hasznos szempont, hogyha valaki hív minket, akkor bárhogyan tudjon fizetni. Számunkra az az előnye, hogy sokkal egyszerűbben tudjuk kezelni így a pénzügyeket. Mivel óradíjban dolgozunk, nem tudjuk pontosan, hogy mi lesz a végösszeg, tehát mindenkinek egyszerűbb, hogyha kártyával tud fizetni, és annyit, amennyit pontosan kell. Amikor megtudtam, hogy van ilyen lehetőség, akkor örültem neki, hiszen egyre kevesebb alkalommal van nálam készpénz. Van egy ingyen péntek nevű karitatív tevékenységi körünk is, amikor minden hónapban egyszer teljesen ingyen dolgozunk valakinek, aki rászorul. Akiknek eddig segíteni tudtunk, még úgy sem akarják elhinni, hogy ez tényleg ingyen lesz, hogy tudják. És hát nagyon hálásak, és ennél nem is kell jobb érzés.